A következő kísérletünkben a tanult anyaggal kapcsolatban fogunk néhány kísérletet elvégezni, közelebbről a fehérjékkel kapcsolatosan. A kísérlet elvégzéséhez szükséges anyag fehérjeoldat, rézszulfátoldat és nátriumhidroxidoldat. Az első kémcsőbe nátriumhidroxidot teszünk, és közben majd figyeljük, hogy milyen változások következnek be. Teszünk hozzá rézszulfátoldatot, és a harmadik lépcsőben pedig teszünk hozzá fehérjeoldatot. Láthatjuk, hogy itt ilyen kékes színű, egy piszkos kék színű csapadék keletkezett. A második lépésben fehérjeoldatot teszünk először, rézszulfátot teszünk második lépésben, azonnal láthatjuk, mielőtt beletennénk a nátriumhidroxidot, hogy a nehézfémsó, vagyis a rézionok kicsapták a fehérjét, ilyen világos kékszínű csapadék keletkezett, és a harmadik lépésben teszünk hozzá nátriumhidroxidot, láthatjuk, hogy nem történt változás. A harmadik lépésben először tesszük a fehérjeoldatot, a második lépésben tesszük a nátriumhidroxidot, tehát meglugosítjuk ezt a fehérjeoldatot, és a harmadik lépésben tesszük bele a rézszulfátoldatot. Rövid várakozási idő után a kicsapódott fehérje oldat felett egy lila színű réteget találunk, amely a fehérje kimutatásának egyik jellemző reakciója, az úgynevezett Biureb reakció. Összehasonlítva a kísérletet, na most a kísérletnek a lényege, hogy nem mindegy, hogy milyen sorban rakjuk bele ezeket az anyagokat a kémcsövekben, a sorrend befolyásolja a kísérlet végbemenetelét.